Naprendszer regionális rádiója. És összehozzák a Parallaxisba. Parallaxis. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Tudományos és fantasztikus beszélgetések színművészekkel az mtv.hu archívumából. Ez itt a Parallax és Annó, az MD Media beszélgetős podcastje. Nagyon sok szeretettel köszöntjük mai műsorunk vendégét, Kassa Ilonát, Médi nénit. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Nagyon szívesen. Hogyan fogalmazódott meg önben a gondolat, hogy színész legyen? Hát én amióta az eszemet tudom, mindig színésznő akartam lenni, egész kis. Még óvodás voltam, amikor mindig azt mondtam, hogy én primadonna leszek. És tényleg azóta soha nem jutott eszembe, hogy én más is lehetnék. Csak ez. Meséljen nekünk egy keveset a faluszínházi évekről. Hát azok nagyon szép évek. Én legalábbis csak a szépre emlékszem. Én optimista alkat vagyok, és én mindig a szépet tartom meg magamnak. Nagyon sok nehézség volt, nagyon nehéz évek voltak, de én amire emlékszem, az mind gyönyörű volt. Nagyon szép emlékek, szép szerepeket játszottam. Nagyon sokat kellett utazni, de szerintem mindenkit kárpótolt a közönség azért, amit mi fölvállaltunk. Nehézséget. Azt olvastam, hogy ezt ön missziónak tartotta ezt, igen, ezeket a kultúraautóval való utazásokat. És most is én hiszek abban, hogy mi azt csináltunk. Missziót teljesítettünk. Egyébként a mai Nemzeti Színháznak is van egy ilyen terve, hogy behozni falvakat ide. Hát mi ugyanezt csináltuk, csak fordítva. És voltak gyönyörű előadásaink, biztos, hogy voltak kevésbé tökéletes előadások, de 10 társulat egyszerre járta az országot. Hát annyi jó színész nem tudtak odahozni. Voltak kisé gyengébb előadások, de voltak egészen jó előadások. Komplett darabokat adtak elő, vagy... Persze. Első évben voltak ilyen jelenetekből álló, meg magánszámokból álló műsorok, de aztán úgy szép lassan, egy-két év múlva már csupa három fel... Szóval ilyen színdarabokat játszottunk. Nem is akármiket. Mint például? Hát például mondjuk nekem az első komolyabb prózai, kezdetben operettben játszottam, és az első komolyabb prózai szerepem az Balzac Eugénie Grandé kisasszonyának a címszerepe volt, ami egy gyönyörű szerep volt, és nagyon szép regényt adaptálták át színpadra. 1961-ben Jászai Mari díjat, majd 63-ban Kossuth díjat kapott. Igen. Hogyan emlékszik vissza ezekre az időkre? Ugye amikor Kossuth díjat kapott, akkor pont Antigónét játszott. Igen, igen, igen. Hát a Jászai díjat azt 3 szerepre kaptam. Az Ármány és szerelem, Luisa és Lady Milford, mert mind a 2 szerepet játszottam. Először a Luisát, és aztán be kellett ugranom a Ladybe. Utána a heltai tündérlaki lányokból a Boriskát játszottam, és Bánkbán Melindáját. Erre a 3 szerepre kaptam a Jászai Mari díjat, és 2 évre rá kaptam Kossuth díjat. Annak hát az van ráírva, hogy a több mint 10 éves művészi munkám elismeréseként. Milyen érzés Kossuth díjas színművésznek lenni? Hát jó érzés. Borzasztóan örültem akkor, tényleg azt se tudtam, hogy nem is akartam elhinni először. És én olyan természetem van, én nagyon visszafogottan élek, hát ezt biztos, akik ismernek, tudják, hogy amikor mentem a parlamentbe átvenni a Kossuth díjat, és aki kísért a férjem, jött mellettem, és akkor ott egy hölgy fogadott bennünket a lépcsősor alján, és mondta a férjemnek, hogy erre parancsoljon, a hölgy pedig arra, mire a férjem megszólalt, hogy bocsánat, nem én kapom a Kossuth díjat, hanem a feleségem. Így tudtam bemenni, hogy annyira visszahúzottam, hogy nem is gondolták, hogy én kapom.
És hát ugye haladunk az időben, 66-ban megszületett a fia, Zana Zoltán. Igen. Ma már Gangsta Zoliként ismerjük. Milyen gyermek volt a ma már szabad szájú rapper? Hát én elfogult vagyok vele. Én nekem a világ legjobb gyereke volt, de úgyha nagyon őszinte akarok lenni, azért voltak kisebb-nagyobb csínytevései. Még alsó tagozatos korában nem is annyira, bár ott is mindig megtalálta a módját, hogy valami borsot törjön a tanárok óra alá, szóval azért azt megtalálta a módját. De azért mondjuk az átlagnál nem volt rosszabb, ezt nem lehet mondani. Szeretett mindig más lenni, mint a többiek. Hát ezt most is sikerül neki megvalósítani. Most milyen gyerek? Hát gyereknek, hát önnek most, mindig hát a gyerek. Persze. Milyen gyereknek ha 50 tartja? Éves lesz nekem, akkor is a kisfiam lesz. Ezen úgy mulat mindenki, hogyha azt mondod neki, hogy kisfiam, légy szíves. És Zoli kisfiam, ilyen hatalmas ember. Meg hát azért most már nem kis csoportos, már ő is azért, hát 66-ban született, ugye ki lehet számítani. De ő most is nagyon, velem nagyon rendesen viselkedik, de azt hiszem mindenkivel. Ő, ahogy valaki egyszer mondta, azt hiszem az Alföldi Robi, hogy a zord külső egy hatalmas szívet takar. Úgyhogy ez így igaz. Hogy tetszenek önnek a szövegei? Hát nehéz kérdés. Ugye azt lehet örről tudni, hogy hát még egy vicces sem tud elmesélni. Igen, így van, pontosan, mert én nem tudom. Én nem beszélek, nem vagyok szabadszájú magyarul. Apukája az Zana Jóska, és ő inkább szabadszájú, de azért ő sem olyan, hogy minden második mondata. Hát a Zoli ezt úgy kiválasztotta magának, ezt a dolgot. Velem azért meghallgattatja a számait, és akkor én mondom, hogy lehetne egy kicsit szelidebben, erre kategorizálni, azt mondja, nem, kész, ezzel az ügy el van intézve. És, de hát azt hiszem, én járok villamoson, buszon, és ott hallok nagyon jól öltözött hölgyeket, urakat, akik kötőszónak használnak bizonyos ilyen trágár szavakat, és ugyanakkor azt mondják, hogy engedheted meg, hogy a Zoli ilyet írjon. Na, én ezt álszent dolognak tartom. Én tényleg nem beszélek szabadszájúan, de a Zoli azt mondta, hogy akikhez ő írja ezeket a számokat, azok bizony ezt a nyelvet beszélik. Ő az utca emberének írta ezt. És ott, hát azért akárki a Pesti utcán jár, nem olyan szépen beszélünk. Nem mintha helyeselném, félreértés ne essék. Én nem használom, és nem kötelező használni. Attól, hogy a Zoli így énekel, aki nem akarja, annak nem kell csúnyán beszélni. És tudok olyan embereket, akik felháborodottan mondják nekem, barátaim, ismerőseim, hogy jaj, hát így, rettenetes, és a kisgyerekük elárulja, hogy otthon meg nagyon szépen hallgatják meg a kocsiba is a Zoli számait. Akkor ez mennyivel jobb? Semmivel. Tudna azért idézni valamit egy számából, vagy bármit? Isten hozott nálam, öcsém, ez a való világ. Pénz, drogok, fegyverek, na meg a... Szóval... Hát igen, ez szerintem mindenki kemény volt. Nem gondoltak még arra, hogy esetleg egy ilyen duettszerű lesz? Nem. Az Oli nem is híve az ilyesminek, hogy anyukával, apukával föllépni közösen. Papával már lépett föl, de hát ő egy más műfaj, teljesen más műfaj. És hát még mindig együtt laknak. Hogy viselik egymást? Hát még amióta én 20 éve váltam el a férjemtől, és azóta ketten élünk az Olival, nem egy túl nagy lakásban, 2,5 szobás lakásban, tehát sokan, akik odajönnek, azt hitték, hogy egy ilyen rapper, akit ennyire ismernek, hogy az egy villában lakik, hát sajnos nem. És még azóta, amióta ketten élünk, egy hangos szó nem volt köztünk, le kell kopognom. És hogy bírja az esti csocsóbajnokságokat? És... Hát mostanában kevesebb van sajnos. Az főleg akkor... Igen, mert olyan derűs, vidám élet zajlott ott. Amikor a papa elment utána nem sokkal, mert ő ilyen nagy szervezője volt ezeknek, ő is. Mindig részt vett, és ő osztotta ki a díjakat, mert ilyen serlegeket nyertek, persze. Minden, nem, főleg jégkorongbajnokság volt, mert Svédországból hozott
a papája egy ilyen jégkorongpályát, és az volt többször, mint a gombfoci. Ha hozzánk hasonlóan neked is szenvedélyed a tudomány és a fantasztikum, és szívesen lépsz be a Parallaxis univerzumba, arra kérünk, hogy legyél a támogatónk, és segíts te is az ismeretterjesztést. Látogass el a patreon.com/parallaxis címre, ahol a különleges tartalmak mellett már akár napokkal korábban hallgathatod a Parallaxis podcast legújabb részét. patreon.com/parallaxis. Kanyarodjunk egy kicsit vissza. Nagyon sokat szinkronizált többek közt a Halóban, a Harry Potterben, a Gyilkos sorokban kölcsönözte a hangját egy-egy szereplőnek, és talán a legemlékezetesebb karakterre az a Vadangyalban a nagymama volt. Igen. Úgy globálisan hogyan emlékszik vissza ezekre a szinkronokra, illetve Vadangyal nagymamájára? Mondjuk én nem nagyon szeretem ezeket a vég nélküli sorozatokat, de ha olyan színésznőt szinkronizálok, aki úgy mellékesen jó színésznő, mert nem mindenki olyan jó színésznő ezekben a sorozatokban, ugye ezt mindenki tudja, de speciál a Vadangyal nagymamája egy jó színésznő is volt, és őt nagyon jó volt szinkronizálni. És Gyilkos sorok, Haló-haló? Ó, hát az azért... Angela Lansbury-t szinkronizáltam a Gyilkos sorokban. Hát őt nehéz szinkronizálni, mert rettentő gyorsan és sokat mond el, és a magyarban sokkal körülményesebben beszélünk, az angolban olyan rövidebbek a szavak, szóval nagyon nehéz volt, mindig mondta a rendező, hogy Médike, reggel otthon levegőt veszel, és egész nap soha többé, mert nincs rá idő. Úgyhogy 52 rész volt, és az olyan kellemes. Én az ilyen krimiket szeretem, ahol találgatni lehet, hogy ki a gyilkos, de nem látom a gyilkosságot, mert ezek a durva akciófilmek, ezeket én nem nagyon szeretem. A Halló-Hallóban talán a kocsmáros felesége? Igen. Hát azt kétszer szinkronizáltam, mert mi elkezdtük régen a Pannóniában, és ott a Kalóf Flóri volt a férjem, és körülbelül 30-40 részt vettek meg, és azt megcsináltuk, és akkor lement. És most megvettek hozzá még valami 80 részt, de a Flóri már nem szinkronizál, ő nem vállal, és a Bács Ferivel dolgoztunk most, és előről újra kellett szinkronizálni az egészet, amit nagyon élveztem. Egyébként az nagyon szórakoztató, nagyon kedves film volt. Az mindenki nagyon szerette, legalábbis mi nagyon jól, de úgy tudom, hogy a közönség is nagyon jól szórakozott rajta. És hát sok a kedvence Harry Potter. Hát igen, ott a Galagonya professzor asszonyt, illetve hát Meg Galagony, a Maggie Smith. Hát nagyon szerettem csinálni, ez ilyen hangmintás film, ki kell küldeni 5 magyar színész hangját, és Amerikában kiválasztják, vagy Angliában forgatták ezt? Hol forgatták? A produkció az amerikai, de... Amerikai, de Angliában igen. Forgatták. Lényeg az, hogy az ottani stáb kiválaszt egy hangot, és akkor rám esett a választás. Maggie Smith különben nagyon sok másik filmben is szinkronizáltam, egy kiváló színésznő, és hát nagyon örültem neki, persze, hogy örültem. És most már a harmadik részt is ugye megcsináltuk, most már annak is megvolt a premierje. Én el is olvastam az összes megjelent magyar Harry Pottert. Én nagyon élvezem, nagyon szerettem, és szinkronizálni is szerettem. Szereti az ilyen tündérmeséket? Igen, a meséket nagyon szeretem. Tényleg szeretem. Volt egy nagyon kedves jelenet, inkább vicces. A Zoli is kért, kapott tiszteletjegyet az RTL klubból, én pedig a stábtól, ahol dolgoztam. De hát elvitt a Zoli természetesen, mentünk befelé, és a lépcsőn engem úgy félre söpörtek, és mondták, hogy és Gangsta Zoli itt van, és kamerával, és kérdések, minden. Zoli azt se tudta, hogy, mert hát ő csak nézni jött a filmet, nem mint résztvevő, és aztán mondta, hogy menjek előre, és én beültem szépen, és mondta, hogy majd telefonon odaszól, hogy hol foglaltam neki helyet. Vagy egyszer csak csöng a telefonom, hogy hol vagyok. Mondtam, itt bent ülök. Azt mondja, anyu, rossz terembe mentél, mert nem ott vetítik, én is bent ülök a vetítőben. Mondom, tehát ez nem lehet. Én itt ülök, azt mondja, hát akkor rossz helyre ültél. Kimentem, megkérdeztem a díszbe öltözött kislányt, hogy itt vetítik a Harry Pottert, mondta, igen.
Mondom, máshol is vetítik? Azt mondja, igen, de megnézte a jegyemet, azt mondja, de maga oda nem mehet be. Az a protokoll. Szóval, hát ilyen érdekes dolgok történt, és nem engedtek be, mint az egyik főszereplőt. Nem is tudjuk. Oda mentem, a Zoli jött ki, és ő jött át a mi termünkbe. Erről ennyit. Yeah. Ennyire becsülnek meg egy színészt Magyarországon? Hát ez nem tudok mit mondani. Ez nem is lehet, de hát nem, egyáltalán nem érdekel. Nem ezen múlik. Azon múlik, hogy hogy szinkronizáltam a szerepet, és nem azon, hogy engem utána hova hívnak meg. Igen? A hallgatók ezt nem tudják, mert hogy ez a beszélgetés felvételről megy, de amíg a szünetet tartottuk, pont csörgött a telefonja, és hívták szinkronizálni, ugye? De igen. Hova is? Igen, a Ranódi stúdióban megyek, a Harry Potter DVD változatát vesszük föl. Kicsit pont arról beszélgettünk, és akkor... Igen, pontosan beletaláltak. Eredetileg ez egyébként egy science fiction és fantasy műsor, és hát ha már ilyen, akkor Pókember. Ugye Pókember rajzfilm most jelenleg a Fox Kids-en masterfilm készítette. Mély néni. Igen. Ugye ő a nagynénje. A nagynénje. Valami emlék van akár a sorozatról, hogy mit gondolt, mikor meglátta ezt a rajzfilmet, vagy bármi? Hát... Ebből kapcsolatos. Én kedveltem a rajzfilmeket, úgyhogy... Nem látta esetleg a film változatát? Nem. A Pásztor Erzsit alakította. Egyébként mi az Erzsé nagyon sokszor azonos figurákat, hol ő csinálja, hol én csinálom. Ez úgy látszik karakterben valami közös van bennünk, hogy egyik rendező ugyanarra a színésznőre őt hívja, a másik meg engem. De hát ez így helyes. Mit csinál, amikor van szabad ideje? Van hobbija? Vagy szenvedélye, aminek hódol, szívesen foglalkozik avval? Hát, olyan nagyon nincsenek hobbiaim. Olyankor törődöm az otthonommal, próbálom azt a 2,5 szobát valahogy megnagyobbítani, hogy ne raktárhelyiség legyen, hanem otthonos lakás. Nagyon nehéz. De úgy különösebb hobbim nincs. Komolyan nincs. Ja, hát nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat és megtisztelt jelenlétével. Üzenne valamit a hallgatóknak? Nézzenek sok szép filmet, és hallgassanak sokszor engem. Még egyszer nagyon szépen köszönjük. Én köszönöm a meghívást. Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj különdíjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.